Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó, illetve ez a videó, mert igazából ez két videó lesz a végére, szóval arra gondoltam, hogy csinálok megint egy vlogot, de most egy olyan vlogot, amiben azt mutatom be lényegében, hogy hogyan készül egy videó. Úgyhogy amúgy is vennék föl ma videót, és akkor ezzel így két legyet tudok egy csapásra, mert fölveszem a videót is, meg fölveszem azt is, ahogy fölveszem a videót. Úgyhogy elejétől végéig készülődés, vágás, minden benne lesz, úgyhogy most még jelen pillanatban teljesen itthonos szerelésben vagyok. Aztán majd szép lassan így átalakul minden, és benne lesz minden, úgyhogy... Ja, ez volt a bejelentkezés. Most még gyűjtöm az erőt, hogy összeszedjem magam, és utána leüljek, meg összeszedjem a dolgokat, meg minden. Ez a legnehezebb része egyébként, mert általában így belegondolok, hogy kéne videózni, csak aztán nem nagyon van az elején általában kedvem, mert sok mindent kell hozzá csinálni. Aztán megoldom elég gyorsan. És még iszom a kis kávémat, és utána bevetem magam a videózásba. Szóval, első lépés az lesz, hogy egy kérdezfelelek videót fogok felvenni, de ilyen könyves kérdések lesznek az első pakban. Úgyhogy először elolvasom most mindjárt a kérdéseket, és összeszedem, hogy milyen könyvek azok, amik kellhetnek hozzá, és akkor azokat össze fogom utána szedni a házból. Szóval, igen, itt van. Szerintem nem sok látszódik. És ez lesz itt. Ez az oszlop, amiről most lesz szó. Na. Most már, de hogy pont bezártam. Szóval van egy listám, hogy melyik könyvek kellenek, úgyhogy most megyek és összeszedem őket. Uh-huh. Na jó, ezeket felkezel, egyébként nem fogom tudni kiszedni, de... Ez kell... Mit írtam még fel? Ez is kell... Na. Megvan a kupac. Na, jó, csináljunk egy összehasonlítást. Ez vagyok én most. Mindjárt videóhoz megfelelő állapotba fogom magamat hozni. Előtte, utána. Akkor behoztam a lámpát. Ja, szóval lámpa. Aztán állvány. Jön ide. Minthogy így tudok a könyves polc elé ülni. Kívülre. Ezt pedig itt belőre. Na most már alakul. Kamera, szék, lámpa. Most jön a varázslat. Jéj. Lámpa lenyom. Aztán itt talán normális lesz a fényviszony. Könyvek bekészítve. Levesszük a tappancsot. Feltesszük a tappancsot. Igen. Át volt állítva a kamera, úgyhogy most remélem jól valahogy így szokott lenni. Fókusz. Remek. Hi. Csak nekem még most kéne a laptopom is. Szóval ajtót becsuktam, laptopot idehoztam, telefont lenémítottam. Úgyhogy kezdhetjük. Csak ezt a felvételt most leállítom, és átmegyek a rendes videófelvételre, ami a videó is lesz, a kérdezfelelek. Felvettem a videót, lejjebb jövök. Nagyon hosszú lett. Minimum kb. 40 perc, úgyhogy... És ez csak az első része. Hú, kemény menet volt. Jó, hát nyilván azt nem tudtam fölvenni, ahogy átmásolom a gépre, de most átmásoltam a gépemre a videót, mert ugye akkor kiveszem a memkártyát. Meg eltakarítottam a romokat. Vagyis visszavittem mindent a helyére, mert nem szeretem a kupit. És most fogok nekiállni megvágni a szerdai videót. Úgyhogy... Igen. Azt mindjárt átállítom a kamerát. És igazából megmutatom az elejét, aztán utána nekivágok a vágás rendes részének, mert azt úgyis csak fölgyorsítva mutatnám meg, úgyhogy ez nem túl lényeges. Most az, hogy megvagdicsálom, az annyira nem.
Szóval valahogy így néz ki az, hogy vágom a videót, ez az eleje, most mindjárt megvágom, aztán majd utána visszatérünk a vlog dologhoz. Félúton járok a vágásban, és már nagyon elfáradtam. Amúgy most járok. Megvágtam 2 felvételt, és... majdnem 16 percen járok. Azt mire a gépem ki fogja exportálni, bele is hal szegény. Na! Megvágtam, és 31 perc 19 másodperc hosszú lett. És akkor most kell aláfestő zenét keresni, még egyszer végignézni, hogy mindenhol jól vágtam-e. És utána jöhet az, hogy kiexportálom. Meg. Át kell küldeni Emmának a borítóképet, mert ő a Lightroom mestere, úgyhogy ő szerkeszti a borítóképeimet. És akkor utána én megráteszem a kis szöveget. És ez a videó most el lesz egy darabig, amíg ezt a több mint fél órát kiexportálja, úgyhogy megyünk Emmával sétálni addig. Na, mivel a videó maratoni hosszúságú volt, és nagyon sokáig tartott, mire a gép kiexportálta, ezért tegnap már nem töltöttem fel YouTube-ra, úgyhogy most fogom. Végre feltöltötte a YouTube is a videót, úgyhogy már majdnem kész. És kész. Atya igaz, de hosszú lett. Körülbelül akkor valahogy így néz ki, hogy hogyan készül el egy videóm. Remélem tetszett nektek ez a kis vlog. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.